1923. december 10-én. Weintraut Péternél, leánykori neve meg Dobszai Rozália. Hát a gyerekkorom olyan volt, hogy 14 hónapos voltam, amikor édesapám meghalt. És akkor az édesanyám még fél idős volt az öcsémmel. Persze, hát mit kezdjen a két apró gyerekkel, egy kicsi, még egy pólyással. Akkor elment haza a szüleihez, nagyszüleimhez. Én ott nevelkedtem 10 éves koromig. 10 évig nem ment férhez. Akkor férhez ment egy Weintraut nevű emberhez. Hát, az nekem mindig olyan, mit tudom én, hogy olyan fájó volt, vagy... Na jó van. Összeházasítottak, annak volt egy fia, és minket összeházasítottak. Akkor férhez mentem 16 éves koromban. Egy olyan valakihez, akit soha se testemmel, se lelkemmel nem kívántam. Akkor utána jöttek a sírások, ugye nem tudták ők annyira, hogy nekem ez annyira fájó. És így múlott el az élet. Na akkor jött a háború, ugye. Férjem elment katonának, 41. októberbe vonult be, és 45. december 6-án jött meg. Itt Pesten, a Királyi Erdőben volt, tiszti szakács volt. Megsebesült, ugye, hát akkor visszavonulás, akkor Németországba vitték el a kórházba. Oldalt a medence csontjába kapott egy babszemnagyságú fémszilánkot. De az benne maradt, úgyhogy biztos nem is figyelték, vagy szóval a sebb begyógyult. Nem is tudta, hogy van szilánkja. És akkor 45. december 6-án akkor jött meg. Gerezslakon lakunk, Pécsvárad és Mohács között. Ekkor elment az állami gazdaságba, terményraktáros volt. Mindig fájt neki a lába, gondolta, hogy hát biztos, mikor van egy kis ideje, akkor lefekszik arra a betonra, talán fölfázott. Bevitték a kórházba, és akkor látták meg, hogy egy babszem nagyságú szilánk, fém szilánk van a medence csontjában, beékelődve, és gennyezik. Na, akkor ez föltellett, akkor égett neki, akkor borogattam állott vizes ruhával, ugye egy kicsit, hogy csökkent. Kifakadt, akkor egy kicsit jobb volt neki. Ez volt 24 éves, mikor kapta a szilánkot. És 63 éves volt, mikor meghalt. Az egész élete csak ilyen. Minden nehezire esett, ugye, hát el lehet képzelni, hogyha ez van az embernek a testében, hogy ez mit csinál. Hát jó van, csak ülj le ide a gangra, majd kitrágyázok. Nem tudom bevinni a takarmányt a villával a jószágnak, mert jószágunk volt. Volt 3 tehén, lovak, növendék. Akkor hízok göbemalacokkal, baromfi, sok baromfi volt. Édesanyám a kórházban volt, ilyen epehólyag, szóval ilyesmi. És akkor rosszul lett, és vége volt. Az apósom június 25-én, ő meg július 3-án halt meg. Úgyhogy egy hét alatt 2 temetés volt a házban. Jó van, most mind a 2 meghalt. Egyedül maradtam a sok jószággal.
Én annyit dolgoztam, mint egy állat, ezt nem hiszi el senki, én sokszor magam se hiszem el, hogy én ezt kibírtam. Akkor még kenyeret is kellett sütni, mert a boltban nem volt mindjárt kenyér, ugye nem hozta kenyeret. Akkor megragasztottam. Volt egy kis kocsim, oda betettem a kenyeret. Pék volt akkor ott, ugye az le kellett vinni a pékhez a kenyeret, az megsütötte. A csarnokba is el kell menni. Akkor egyik kocsiba tettem a kosarat, kenyeret. Meg is kellett dagasztani, meg is kellett fejni, elkészíteni mindent is, elvinni a csarnokba. Korán reggel 6 órakor ott kellett lenni a tejnek. 30 literen fölül is reggel tej. Kézzel kifejni, nem fejőgéppel. Akkor egyik kocsit elültöltem, a másikat utána húztam. Na mégiscsak összejöttünk. Meg egymásra figyelünk, hátra körözünk, és itt is fölfelé nézünk, nyújtózkodunk. Egyszer csak kicsit körülbelül csinálunk, és ez a körül. Húzzuk föl, már eléri, most már tudja húzni. Na ez az. Jó, húzom fölfelé még mindig. Azaz, ez jobban megy. Föl, le. Én nem voltam olyan veszekedős, én nem bírtam a veszekedést. Meg úgyhogy ő talán nem is érezte annyira, hogy én mit érzek. Hát úgy volt, hogy volt igen, aki hát szívesen elvett volna, de hát olyan fiatal voltam még, és akkor azt mondta a nagynéném, hát maradj anyád mellett, neked sokkal jobb sorod lesz anyád mellett, mint oda mész, mit gondolsz? Maradj te csak anyád kebliben mindig az. Hát ott is maradtam, mert szerettem anyukámat, és sajnáltam volna hiába. Mert nem voltam olyan, hogy most, na most elválok meg. Ez én bennem nem volt, nem tudtam volna elválni, nem. Szégyeltem volna, most azért sebesült még, hogy én elváljak, vagy minek néznek engem, vagy a lovak azokat éhezbe mentek. 1500 forintért, ugye akkoriába. Nagyon szép lovak voltak, egy sárga, meg egy almás deres. Semmivé vált. A kocsi bement a éhezbe. Egyszer azt mondja, mama, te most eljössz és segítő nekem főzni, hát, mert ő sokszor oda jöttek a mi présházunkba, mert volt egy emeletes présház. Oda jöttek, mikor a TSZ-nek voltak vendégei, akkor oda jöttek, mindig ott mulatoztak. Hát tiszti szakács volt, ugye, hát halászlevet tudott főzni, meg egy, vagy egy pincepörköltet, vagy egy pörköltet, vagy... De én ezeknek levest, meg szósztot én nem tudok csinálni, azt mondja. Yes, mind ilyen előkelő urak voltak, jöttek. Csak gyere el, nekem segítsz egy kicsit, hát segítsz. Segítsz persze, hát én nekem kellett főzni. Na hát, nekem meg olyan ízés volt, hogy nem vagyok TSZ-tag, és én itt főzek. Na jó van. Akkor főztem is nekik, főztem, úgyhogy nagyon megdicsérték, milyen finom volt, még ez, még az, de volt nekem kacsám, 40 kacsám volt. 18 libám volt, libám, csibém, tyúk, minden, hát tudtam nekik főzni. Mindig mondták, Péter, megfogadjuk az asszony szakácsnőnek, hát ugye, és azt mondja, azt nem. Kérjék el a lovamat, vagy kérjenek egy hízót, vagy bármi, de az asszony nem van. Még így nevettik. Hát, jó van. Ez is elmúlott. Kérdezte az egyik a Salamon.
Most ezért maga mit kap? Maga nem tiszta, mondom, én semmit a világot. Nekem még egy egységet se írhatnak, mert nem vagyok tag. Mondom, a férjem miatt jöttem ide, mert hát nem hagyott békét, hogy jöjjek, hogy segítsek. Na, akkor adott egy szecskavágót, ami villannyal megy, még adott egy morzsolót, még egy répadarálót, mezőkkel igazgatója. Na, akkor 83-ban halt meg a férjem, 83-ban. 33 éve. Egész egyedül maradt. Mindig az öreg asszony, mindig azt mondja, aki ott van vele. És nem maga nem ment férjhez, mondom, de hogy mentem élni férjhez, nem mentem én férjhez. Egy férfivel is van, ugye annak főzni kell, annak azt is rendbe kell tartani. Annyi munkám volt, hogy azt se tudtam, hogy mit fogjak meg. De ki tudja, kiben mi van, nem. Szóval nem. Pedig lett volna hova mennem. Miért? Még mikor élt is, mit törődsz vele? Hagyd itt a felébe, de hogy hagyom én itt? Akkor mi lesz vele? Ki főz neki, vagy hova megy? Szóval én gyönge voltam, én ehhez nem tettem ezt. Hát a 16-ot betöltöttem, és még nem voltam 17, akkor született a lányom. Egy 16 éves olyan még, mint egy gyerek. Ez még nem is tudja az életet igazán elgondolni, hogy... De hát a lányom az meghalt 74 éves korában. Tavaly. Most nincs más, mint a két fiú, unokám, mind a kettő fiú. Édesanyámmal is álmodok. Arra is emlékszek, hogy egész kicsi voltam, ugye ott föl volt puffadva a tehén. Föl puffadt. Aztán öntöttek be neki valamit, ugye, tehénnek. És tettek szalmakötelet a szájába, kötötték, hogy az ingerelje biztos, hogy hát kérőzni kell. És akkor a nagymamámnak még, talán én is olyan vagyok, mint ő, ilyen nagy hasa volt. Mindig főkapaszkodtam, hogy öreg anya, tarts. Minek van ilyen nagy hasad? Föl vagy pufadva, mind a cifra föl. Mondtam öregapámnak, hogy hát öreg anya föl van pufadva, szólj az állatorvosnak. De ne ám, hogy szalmakötelet tegyetek a szájába. De hogy is teszek egy szalmakötelet a szájába, azt mondja, inkább egy darab cukrot. Hát így. De gyerekkel, ahogy beszél az ember. De különben jó hely, mert nem lehet mondani semmit. Tisztaság van meg azért. Hát én hoznám legalábbis jók a nővérek, én nem mondhatok semmit. Mondom, én ilyen természetű vagyok, ez az öreg asszony is, ez félrebeszél mindig. Mindig menni akar. Mindig menni akar. Marika hova megy? Mert ő egy 9 évvel fiatalabb, mint én. Marika hova megy? Haza. Haza. Hát nézem, milyen sötét van, hát nem lehet hazamenni. Nem mennek a buszok.
Hova akar hazamenni? Elmegyek haza. A gyerekeim, jaj, a maga gyerekei Pesten vannak, ott dolgoznak még. Az unokája Londonban van. Mit akar maga otthon? Félre beszél. Föl kell, fölötözik. Ne öltözzön föl, szépen összerakták a ruháját, most maga még itten szétszibál mindent. Ne öltözzön, hát úgy sem mehet sehova, be van zárva az ajtó, a kapu, a minden, hát nem lehet itt kimenni éjjel. Hát elüti egy autó, és akkor vége. Hát annyit kell beszélni. Fogja a takaróját, az egyik pokrócot, szóval mondom, most hova akar-e vel menni? Hát kimegyek, azt mondja, a kis unokáim megfáznak. Megfáznak a kis unokáim, védtelenek. Na akkor azért úgy megnyugszik, vagy eszibe jut, vagy én nem tudom. Még mindent kikutat. Most például, ha nem vagyok otthon, mindent kikutat. Hogyha talál olyasmit, süteményt, vagy ilyen édességet nagyon szereti, vagy volt már, hogy szőlő, neki áll, eszik, nem szólok neki, hadd enyen. Nem voltam én eldobni való fiatal koromban, de hát az ember megöregszik, akkor megváltozik.